25 ezer dolláros támogatást kapott az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kara az Arconic Alapítványtól. Az Arconic részéről nem ez az első eset, hogy jelentős összeggel támogatja az intézményt. Az elmúlt években már többször támogattak az Óbudai Egyetemet, pontosan azért egyrészt, mert lokális, tehát fehérvári érdekeltségű, másrészt pedig azért, mert egy olyan gyakorlatorientált mérnökképzést valósít meg, ami az Arconicnak nagyon fontos. Az Arconic Alapítvány évek óta támogat különböző kezdeményezéseket, és azon belül az egyik kiemelt kezdeményezés a mérnökképzés, és azon belül a gyakorlatorientált mérnökképzés magas szintű megvalósítása. Ezért gondoltunk ismét az Óbudai Egyetemre. Szél Károly egyetemi docens prezentációjában többek közt bemutatta, hogy mire fogja fordítani az egyetem a támogatást. A székesfehérvári oktatás továbbfejlesztésére mind hardveres, mind tananyag szempontból tervezzük felhasználni. Ennek keretében a fő cél az, hogy ipari folyamatokat modellezzünk a hallgatók részére olyan eszközök felhasználásával, melyel az iparban is találkoznak. Tehát ténylegesen arra a környezetre készítjük fel a hallgatóinkat, amivel aztán a helyi iparban dolgozni is fognak. Mészáros Attila alpolgármester az egyetemen zajló gyakorlati oktatás jelentőségét emelte ki a támogatás kapcsán. Fontos, hogy a cégeink is olyan partnerek legyenek, amelyek segítik a gyakorlati oktatásnak a intézményen belüli fejlődését is, hiszen nyilván a duális partnerség tekintetében is országosan egyedülálló. Ez a program azok nyilván kimond a cégeknél, viszont nyilván az itt tanuló fiataloknak pedig nyilván a gyakorlati képzéshez fontos, hogy megfelelő eszközök legyenek. A támogatásnak köszönhetően tehát az egyetem a duális partnerekkel közösen meg tudja valósítani azt a célkitűzést, hogy a legmagasabb szintű gyakorlati képzéseknek köszönhetően a lehető legszélesebb körű tudással rendelkező szakemberek kerüljenek ki az egyetem falai közül.